Összesen 17 alkalommal riasztották a rendőröket az elmúlt napokban Tolna megyeszerte. Ezek közül mindössze 3 esetben történt személyi sérülés, többek között ittas vezetés és figyelmetlenség miatt következtek be a balesetek. Az anyagi káros balesetek közül 6 esetben vadon élő állattal ütközés történt, 5 esetben közúton, 1 esetben pedig Döbrököz térségében egy tehervonat ütötte le egy szarvast. Az elütött állatok között egyébként volt bivaj, őz, szarvas és borz is. Az anyagi káros balesetek közül 2 esetben pályaelhagyás történt. Az egyik egy esti órában a 6-os úton egy sofőr egy forgalom elől elzárt területre hajtott, és ott több táblát tartó oszlopnak ütközött, majd a megrongálódott járművel egy közeli mellékútig hajtott tovább. Dombóváron pedig oszlopnak hajtott egy férfi, mindkét esetben ittasan ültek a volán mögé, illetve a sofőröket korábban már eltiltották a vezetéstől. Ezen kívül több anyagi káros baleset is történt. Volt sávváltás közbeni figyelmetlenség és a párhuzamosan haladó járműnek ütközött a sávot váltani szándékozó hölgy. Más esetben a kikerülés szabályait sértette meg a gépkocsi vezető, amikor is egy álló jármű előzésébe kezdett, csak nem győződött meg arról, hogy őt már egy másik jármű előzni kezdte. Ezen kívül volt még egy ráfutásos baleset Pakson, ott a hátsó jármű nem tartott megfelelő követési távolságot. A vadelütések közül sok esetben az erős köd volt a baleset fő oka, hiszen egyébként sem egyszerű a növényzetből kilépő állatokat észrevenni, ezt még a sűrű ködfátyol is nehezítette. Ezért az egyenruhások arra kérik az autóvezetőket, hogy a sebességüket az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg.